Hello vlog! Mutatok nektek valakit, akit még nem láttatok, ha minden igaz. Barbie! Jelenleg About You együttműködést fogunk felvenni, egy sztori sorozatot, amihez nagyon király koncepciót találtunk ki, úgyhogy bent vagyunk Pesten, belvárosba, és jelenleg így, majd mindjárt megmutatom, hogy hogy, valamelyik hídra készülünk videózgatni. Az az igazság, hogy szerintem az első találkozásnál közölte, hogy semmiképpen, és ő nagyon-nagyon utál kamera előtt lenni, úgyhogy bedobtuk a mély vízbe, és így az első héten már ott tartunk, hogy belerángatom a vlogba. De el kell mondjam nektek, hogy indulás előtt piszkáltak Bencével. Kicsit idegesítően jól kijönnek Bencével, ami csak abban nyilvánult meg, hogy körülbelül negyed órán keresztül engem piszkáltak, úgyhogy induláskor megmondtam neki, hogy büntetésképpen benne lesz a mai vlogban. Úgyhogy megyünk videózni, nagyon jól kijövünk, fogok nektek mesélni róla még többet, mert van mit mesélni, és azt hiszem, hogy röviden ennyi is. Sminkem nagyon visszafogott. Rúzs még nincsen rajtam, Lánchíd a terv, ott találkozunk. Csak mutatnám egyébként, hogy hogy jövünk forgatni, tehát hogy mindenes táska, cipő a kezemben, papucsba és bőrruhába. Fán! Cipőt azt lerakjuk, kocsid tulajdonságait kihasználom. Ide betámasztalak titeket, hát ha most nem töröm el a kamerámat. Készen állunk. We made it! Már a hídon vagyunk, és keressük a spotunkat. It's me. Papucsba totyogok. Ennél hülyében szerintem régen éreztem magam bőrruhába és egy fehér papucsba. Mennyire nézek ki hülyén 1-től 10-es skálán őszintén? Nem elég szép. Ezért vettük fel. Igen. Hátul vagy elő? Tök mindegy, ahol jónak látod. Rájöttem, hogy baromira villantanék, hogyha én ezt magamnak kötném be, és Barbie volt olyan kedves, hogy beköti nekem, úgyhogy közben folyik az orrom, mert miért is nem most folyna az orrom? Egyébként állati jól néz ki ez a cipő. Mit játékoznak? Erre nem számítottunk. Ez azt jelenti, hogy megvannak a felvételek. Most fejeztük be egyébként a felvételt, és még mindig meg tudok rajta lepődni, hogy milyen kultúrált fiatal emberek vannak Magyarországon. Nem tudom, hogy hányan voltak képesek kiordítani igazából az autóból, miközben átkeltek a hídon, de mókás volt, úgyhogy ezért szeretek nyilvános helyen fotózni. De főnök asszony iszonyatosan jó videókat készített, úgyhogy nagyon kíváncsi vagyok, hogy hogy fog kinézni, hogyha kész lesz. Szerintem király dolgot találtam ki, de azért izgulok. The next day. Hello vlog! Második nap, megint csak Barbie-val. Uton vagyunk belvárosba, és nagyon sok dolgunk van. Ha minden igaz, akkor még 4 szettet kellene levideóznunk. Nem hiszem, hogy ma meg lesz minden, de nagyon igyekszünk. Most amúgy még sehogy nem állok konkrétan. Az első szett rajtam van, viszont a hajam még nincsen kész. A sminkem az így fog maradni, és nagyon szurkolok, hogy jól nézzen ki, amit elterveztem. Szerintem, ha odaérünk, akkor jelentkezünk nektek. Ideértünk. Második napi első outfit. Ezt majd megmutatom nektek egy kicsit közelebbről is. Bár mondjuk megfordítalak. Farmer. Nagyon cuki rózsaszín zokni, és egy kicsit magasított talpú fekacipő, és megpróbáljuk nem elüttetni magunkat, az célszerű lenne. Első megállónk. Örülsz? Bence azt szokta rá mondani, hogy hé, rúd, szerencsekerék. Veszik a közeliket. Fél úton sikerült megállni, közben félig állok, félig fekvőbe videózok, de minden király, jó vagyunk. Éppen azt szimuláljuk, hogy randi vagyunk.
megvolt a fentízenk is. Elvileg királyok vagyunk, reméljük gyakorlatilag is, hogyha kiszállunk, akkor megnézzük, hogy kell jönni még egy kört, vagy megvan minden. Sikerültek egy kör, mert négyet mentünk, de értitek, egy kör alatt. Babák, sikerült mindent felvenni. Lettek közben még baromi jó képeink is, úgyhogy azt hiszem, hogy elégedettek vagyunk. Most, ha minden igaz, akkor vissza kell battyognunk a kocsihoz, ugyanis ott vannak a váltó cuccok. Utána el kell menni az irodába, ahol hajat göndörítünk, és utána mehetünk a következő megállónak a helyszínére. Amit majd, ha odaértem, mutatok, mert nagyon unalmas lesz a sétálgatásunk. Outfit 2. Mindjárt mutatom, hogy hogy nézünk ki. Vagyis hát én, mert nyilván csak én öltözködöm folyamatosan. Odaadlak titeket. Barbie-nak. Tehát ez a szetti, nagyon romantikus hajjal érkezem. Cutie, meg a kis táska. Ez egyébként szerintem a legújabb kedvenc táskám. Úgyhogy vonulászunk éppen. Hova megyünk? Chloe Caféba. Ott fogjuk felvenni a következő pár snittünket, onnan találkozunk. Tényleg egy kicsit meg vagy húzatva ma. Na sziasztok, egy pillanatra szerettem volna beugrani a videó közben és megemlíteni pár dolgot. Az egyik az, hogy meséltem már nektek arról, hogy fel lett töltve a szemem alatti karika igazából, mélyedés inkább, viszont hogyha itt megnézitek a videóban azokat a klippeket, ahol közelről vagyok, és nem totál fény jön velem szembe, akkor nagyon-nagyon jól látszik, hogy milyen brutál lett az előtte-utána eredmény. A másik pedig, hogy szeretnének titeket megkérni, hogy maradjatok a videó végéig, ugyanis a legvégére be lesz vágva az összes videó és kép, ami eddig posztolva lett, úgyhogy ha valaki lemaradt volna róla, akkor amikor Instán posztoltam, akkor itt majd le tudjátok csekkolni. Következő nap, következő outfit, ugyanaz a helyszín. Nagyon sokan vannak. I don't like it. Problémát jelent, azt kell, hogy mondjam. Hazaértem, vége a mai napnak. Már csak egyetlen egy darab ruha van, amit be kell fotóznunk, videóznunk. Arra nincsen még helyszínünk. Ez az egyik ok, ami miatt ez nem történt még meg. A másik pedig, hogy időnk se volt rá, és minden igazából nem minden, de egy csomó minden zárva van, ugye augusztus 20 miatt, vagy hamarabb zárt, vagy értitek. Tudom, hogy 21-e volt ma, de attól függetlenül is zárva van, hogy áll rajtam már a ruha is. Úristen! Elfáradtam, nagyon jó volt. Gyors összefoglalom, az óriás kerék baromi jó volt. Négy körünk volt arra, hogy igazából mindent megcsináljunk, amit akartunk, és nagyon jók lettek, szerintem, legalábbis nekem nagyon tetszenek. Aztán ugye utána mentünk a Chloe Caféba, én nem voltam még ott, a Barbie mondta, hogy ő se volt, de mondta, hogy nagyon sokszor látta, hogy mennyire szép. Hát mondom, próbáljuk meg, és gyönyörű a hely. Tényleg nem szponzorált, szerintem senki nem tudja, hogy készül ez a videó. Képzeljétek el, hogy a pincérlány látta, hogy videózunk, meg fotózunk, és mondta, hogy a kaját akkor direkt nagyon fotózhatóra csinálják, és nagyon szépre. Akármit csináltunk, mindenben segítettek, megkérdezték, hogy kellenek-e plusz fények, tehát nagyon-nagyon jó fejek voltak, és jó értelembe értsétek, de ráálltak arra, hogy mindenki instázik, és mindenkinek az a nem a legfontosabb, de fontos, hogy nagyon jó képek készüljenek, úgyhogy azt nagyon élveztem. A hidas fotózás meg ugyanaz volt, mint tegnap. Sok, ne vegyétek magatokra, de sok idióta csávó kiabált ki a kocsiból. Egy nyomorult rolleres kettő belerugott a papucsomba, ami ennyi múlt, hogy igazából beleessen a Dunába. De jó képeink lettek, és sikerült felvenni, amit akartunk, úgyhogy valószínű, hogy vasárnap folytatjuk a felvételt, azzal az utolsó egy ruhával, vagy kedden. Csak gondoltam, bejelentkezek nektek, és elmondom, hogy mi a helyzet, milyen volt a mai nap, úgyhogy leszedem a sminket, és alszok egy hatalmat. Almasat, mert katya vagyok. So
már hozzászoktatok, hogy elfelejtem felvenni a kiköszönéseket, úgyhogy köszönöm szépen, hogy megnéztétek ezt a videót, hogyha tetszett, akkor dobjatok rá egy hatalmas lájkot, iratkozzatok fel, ha még nem vagytok, nyomjátok be a kis csengőikont, hogy mindig kapjatok értesítést, hogyha töltöm fel nektek az új videókat, és természetesen kövessetek Instán is, az Instám mindig lent van a leírásban. Még egyszer köszönöm szépen, hogy megnéztétek, a következő videómban találkozunk. Sziasztok!